Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Pénteki Mozaik című műsorát látják. Mai vendégünk Szabó Zoltán, a Sárvári mentőállomást vezető mentőtiszt, akivel tulajdonképpen közelmúltban kapott kitüntetése kapcsán a Mely Vas megye szolgálatáért egészségügyi tagozata díj beszélgetünk. De mondhatnám azt is, hogy nem ez a kitüntetés csak a beszélgetés apropója, hiszen már nagyon régóta készülünk arra, hogy a mentősök életéről, hivatásáról egy félórás beszélgetést folytatunk itt a Pénteki Mozaikban. Nagyon régóta készülünk erre a beszélgetésre, de azt gondolom, hogy mielőtt a sok-sok tevékenységről, amivel foglalkozol, beszélnénk, kezdjük az elején. Hogyan is lettél tulajdonképpen mentős? Hogy indultál el ezen a pályán? Hát, ikervári származású vagyok, Sárváron születtem, de szüleim pedagógusok, édesapám biológiai tanár, és valószínű, hogy őtőle jött egy olyan indítatás, hogy ebbfelé a pálya felé indultam. Először biológus szerettem volna lenni, de az akkori viszonyok között Tihanyba, a mostani Limnológiai Intézetbe lehetett volna elmenni, és azt így még akkor korainak találtam, hogy középiskolára már kiszakadjak a családból, és akkor mi van hozzá közel egészségügy, és akkor így kerültem Szombathelyen az Erzsébet Dezső egészségügyi szakközépiskolába. Ott nagyon kevesen voltunk fiúk, úgyhogy mindenre rászedtek bennünk. Nekünk is a 40-es osztályban ketten voltunk fiúk, úgyhogy tényleg kuriózum volt az egész iskolában a fiú, és elsősegélyi versenyekre is eljutottunk. A versenyekre való felkészülésnél, ami egyre jobban tetszett, egyre többet voltunk a mentálomáson, és azt hiszem, ott meg is pecsételődött a sorsom. De a mai napig is foglalkozom hasonló csoportokkal, tegnap előtt foglalkoztam a ikervári általános iskolásokkal és a sárvári gimisekkel, akik most a jövő héten fogják képviselni a megyei versenyen Sárvárt és környékét. Befejezted az Enzbrudert, és mi kellett ahhoz, hogy elkezdhess mentősként dolgozni? Hát az a képzés már elég volt ahhoz, hogy ápolóként elkezdjek dolgozni, és akkor fokozatosan mellette, katonaság mellett már elvégeztem a szakápolóit, akkor jelentkeztem a mentőtisztire, amit Budapesten jártunk végig, ez közel 5 éves volt már szervezések miatt, és akkor 96 októberében végeztem mentőtisztként, és azóta dolgozom így kivonuló mentőtisztként. Kezdetektől Sárváron vagy máshol kezdtél? 86. június 24-én Sárváron kezdtem, de volt közben egy súlyos balesetem is, mentőbaleset, az is egy kicsit megakasztott majdnem egy évre, és a tanulmányok alatt ugye Pestre jártunk, de a folyamatos gyakorlati tanulás az igazából a megye egyetlen rohamkocsiján Szombathelyen volt megvalósítható, úgyhogy akkor abban az időben arra pár évre áthelyeztek, és akkor még nem volt, mikor végeztünk, nem volt 24 órás sárvári esetkocsi, gyakorlatilag ezért is mi harcoltunk meg, és évek alatt akkor fokozatosan fel lett fejlesztve 24 órásra, és akkor az első adandó alkalommal újra visszatértem. 1986-ban még a rendszerváltozás előtt kezdtél mentőzni. Így van. Milyenek voltak akkor a körülmények? Hát így visszanézve hihetetlen, hogy csak 32 év telt el. A külső szemlélő számára talán a legnagyobb különbség, hogy akkor egy fehér nézával, piros zászlóval jártunk, és a szakemberként a felszerelés is nagyon puritán volt a mostani viszonyokhoz képest, és most a legfejlettebb sárga mentők, akár a Mercedesek, akár a Volkswagenek gyakorlatilag európai színvonalú felszereléssel, tehát hihetetlen, a szakmai munkáról, annak minőségéről nem is beszélve. Tényleg azt szoktuk mondani, hogy aki kollégánk mondjuk egy 10 évvel ezelőtt elment nyugdíjba, vagy esetleg más területre váltott,
ha visszajönne, nem ismerne rá a cégre akkora fejlődés. Említetted, hogy volt egy baleseted. Ez mennyiben bizonytalanított el a szakmán, illetve fiatal mentősként voltak-e olyan pillanatok, amikor nehéznek érezted ezt a hivatást? Persze, voltak nehezebb pillanatok. Maga a baleset az nem bizonytalanított el. A gerincem is eltört akkor, a bornáim is, tehát hosszabb időre volt a mágyhoz kötött, és meg a rehabilitáció is egy pár hónapig eltartott, és nagyon szerettem volna minél előbb újra mentőbe beülni, éppen azért, hogy ez a gátlás minél kevésbé tudjon az ember fejébe beépülni, de aztán még a táppénz alatt ezt letudtam, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdve nem volt ilyen probléma. Amire gondolsz, a nehezebb esetek, ugye abba is nagyot léptünk előre, hiszen most már felkészült pszichológusok segítik a munkánkat. Ilyen krízis helyzetekben bármikor hívható, de azt hiszem, hogy az én korosztályomnak, vagy legalábbis nekem már nagy valószínűséggel én nem hiszem, hogy fogok magamtól hozzájuk fordulni, mert ennyi idő alatt az embernek ki kellett építeni magába egy olyan önvédő mechanizmust, hogy lelkileg az ember ne károsodjon. Mindenkinek erre más a módszere, kell hozzá a biztos családi háttér, a barátok, a kibeszélés lehetősége, természetesen bizonyos határok között. De én úgy érzem, hogy ez nekem az évek alatt maximálisan sikerült. És ha minden igaz, bár lehet, hogy ezt külső szemlélő jobban el tudná dönteni, hogy én a kiégést is el tudtam kerülni. Vabzsák Zsolt barátomnak volt egy e témába íródott szakdolgozata, és akkor sokat beszélgettünk erről a témáról. És én mondtam, hogy mindig tiltakozok az ellen, hogy én esetleg kiégtem volna. Nem itt ezt állította volna, csak fölmerült ez a lehetőség is. Mondom, hogy a lelkem az megkérgesedett az évek alatt, de a kiégés az semmiképpen nem jellemző rám, úgy érzem. Vannak olyan esetek, amik az embert mélyebben megérintik, de az is igaz, hogy minden tragédiát az ember nem vehet a saját lelkére, mert akkor az tényleg leamortizálna az embert pszichésen. Ugye a mentő dolgozók bajtársaknak szólítják egymást. Mennyire fontos a közösség, mennyire vagytok egymásra utaltak? Mondjuk, amikor kimentek egy esethez, hogy kell elképzelni egy civil embernek annak megszervezését, hogy kinek mi a feladata? Így van, ez a megszólítás, ez nem véletlen, meg tényleg abszolút kifejezi az egymás közötti kapcsolatunkat. Hát minden eset más, de tény és való, hogy sokat gyakorolunk, évek alatt jól összeszoktunk a kollégáinkkal. Hát mentőtisztként én vagyok az egység vezetője, az ember próbál határozottan viselkedni, a feladatokat leosztani, és különösen például az újraélesztésnél ott ugye olyan sokat gyakoroljuk a továbbképzések alkalmával is, hogy gyakorlatilag meg se kell szólalni, mindenki tudja, teszi a dolgát, de nagyon sokat kell improvizálni is, de az ember, akivel már régebb óta együtt dolgozik, elég, ha ránézek, és már szó nélkül is, vagy félszavakból is értjük egymást, ha kicsit közhely is ez, de akkor is így van. Arról még nem beszéltünk, hogy a sárvári mentőállomás vezetője is vagy, hogy mikor lettél az mentőállomás vezetője, és ha jól tudom, egy ideig a celdömöki mentőállomást is. Az nem, a celdömöki annak nem. A sárvári vagyok, most megfogtál, 2014 óta, 2014 ősze óta, azóta vagyok állomásvezető. Ez mennyiben jelent új kihívásokat, mennyiben nehezíti a munkádat? Hát sok előnye van,
részemre azért van hátránya is, az adminisztrációs feladatok nem a legkedveltebbek számomra, de természetesen hát muszáj elvégezni, viszont azért azt el kell mondjam, hogy a kollégáim közül is sokaktól segítséget kapok ehhez a munkához, amit ezúton is köszönök, hiszen olyan mennyiségű feladat hárul az emberre, ami nagyon nehezen férne bele egyébként. Ki kell emelnünk a mentőállomás történetéből azt az elhíresült, országosan is ismerté vált közösségi akciót, amikor összefogtatok, és ha jól tudom, 2008-ban megvalósulhatott a mentőállomásnak a felújítása. Azt gondolom, ez egy olyan összefogás volt, ami országos viszonylatban is figyelemre méltó volt. Honnan jött az ötlet, és ennek te is az egyik kezdeményezője, főszervezője voltál? Így van. Az egy nagyon jó közösség összekovácsoló akció volt. Amikor az egészbe belevágtunk, így utólag visszagondolva egy kicsit talán meggondolatlanul is, vagy nem gondoltuk, hogy ekkora projekt lesz ebből, de Kovács László kollégám volt az elindítója egy kicsibe, és akkor egyre jobban kinőtte magát ez a kezdeményezés, és tényleg, ahogy az ember élére állt ennek a dolognak, azt vettük észre, tehát először csak egy helyiséget szerettünk volna felújítani. Nem volt olyan igazán szervezett mentőállomás felújítás abban az időben, nem volt rá reális esélyünk, de a 71-ben épült épület arra már olyan mértékben amortizálódott, amit nagyon nehéz volt így elviselni, és akkor próbáljunk meg saját magunk tenni valamit. És azt vettük észre, hogy bárkihez fordultunk, mikor megtudták, hogy miről van szó, óriási segítőkészséget tapasztaltunk, és akkor így evés közben jött meg az étvágy, és akkor nem egy helyiség, akkor már több, akkor már nyilázáró cserék, akkor már teljes butorzatcserék, és azt vettük észre, hogy gyakorlatilag a 300. felajánló környékén már a mentőállomás teljes felújítás egyszer csak realizálódott, és iszonyatos mennyiségű felajánlásokat kaptunk, tehát amikor 40 tonna aszfaltot, vagy szinte az összes nyilázáróval foglalkozó vállalkozótól egy-egy nyilázárót, vagy az önkormányzattól, a helyi, a környékbeli vállalkozóktól. Hát olyan összefogás volt, hogy tényleg mai napig az ember megborsózik, nagyon jó érzés volt. Talán a mostani időszakban ezt már nem is lehetne annyira megvalósítani. Picit változott a világ, de jó szívvel gondol vissza erre az ember. És a mai napig élvezzük a gyümölcsét, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni az akkori felajánlóknak, segítőknek. A beszélgetés elején említetted, hogy például az eszközpark, a gépjárműpark is jelentősen változott. Most mit lehet mondani a sárvári mentőállomásnak az eszközgépjárműparkjáról? Ja, országosan egységes az országos mentőszolgálat gépkocsi parkja, tehát egy esett rohamkocsi a nyírségbe ugyanúgy kellene, hogy kinézzen, mint itt Sárváron. Ugyanazokkal a felszerelési tárgyakkal. Ezek tényleg európai színvonalú műszerek. Viszont nagyon gyorsan változik, ahogy már említettem, az egészségügyi ellátás, a piac, az ezekhez szükséges eszközök. És amikor megjelennek ilyenek piacon, akkor azt tényleg az ember szeretné minél előbb használni, és ebbe szoktunk esetleg segítséget kérni, vagy kérés nélkül is kapni, hogy ezek az újdonságok minél előbb rendszerbe állíthatóak legyenek. Ezt nem úgy kell elképzelni, tehát azért itt komoly szakmai kritériumoknak kell megfelelni, engedélyeztetni kell ezeknek az eszközöknek a rendszerbe állítását, de azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg zökkenőmentesen megy a vezérkar részéről. És akkor egy pár év után, ami új eszköz így beválik, akkor az a központi forrásból is belekerül az autókba. Most, ami egyik fő büszkeség, sikerült az idén ugyancsak helyi, illetve környékbeli támogatók jóvoltából egy egész napos önkéntes továbbképzést szervezni, és talán ennek a
a pozitív hozadéka volt az is, hogy kaptunk egy mellkaskompressziós eszközt, ami az újraélesztésnél egy embert kivált, felszabadul két szakember kéz, ami nagyon fontos, főleg az újraélesztés első 5 percében mondjuk, illetve arra is lehetőséget biztosít, hogy akár menet közben is pótoljuk a hiányzó szívműködést. Igaz ugyan, hogy ennek viszonylag ritka javallata van, de nagyon megkönnyíti a munkánkat. Ez közel egy 5 millió forintos eszköz, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És a megyében még csak a megyeszékhelyen található meg ilyen, úgyhogy talán nem véletlen, hogy az első vidéki városként mi jutottunk ehhez az eszközhöz. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nincs szégyenkezni valónk világviszonylatban sem a kocsi felszerelését, vagy a mentálmás eszközparkját illetően. Eljutunk lassan a város lakosságáig, a civilekig, hiszen el kell mondani, hogy a sárvári mentőállomás dolgozói mindig nyitottak voltak a város lakói irányában, és azt gondolom, hogy legyen a kiindulás mondjuk az híressé vált mentőnap, talán 2011-ben volt, amire te hogy emlékszel vissza? Hát az hasonló jó érzéssel, mint a mentálmás felújítására. Sárváriakat, Sárvár környékieket könnyű motiválni, és ha látják értelmét egy-egy ilyen dolognak, akkor nagyon könnyű magunk mellé állítani, vagy egy-egy ilyen kezdeményezés mellé állítani. A mentő napok úgy vannak, hogy ugye éppen ma van a napja, de a megyébe jövő hétvégén kerül megtartásra Celldömökön. Tehát úgy van, hogy a 11 mentőállomás folyamatosan váltogatja egymást, és általában, ahol valami fajta jubileum indokolja, akkor ők kapják. Hát a 11-es év az nem véletlen, hiszen a Sárváron a szervezett mentés megindulása is évfordulóhoz volt kötött, illetve a 71-be készült mentőállomás is évfordulót jelentett ebből a szempontból. Úgyhogy evidens volt, hogy mi rendezzük. És hát próbál az ember mindig valami nagyobb durranást kitalálni a megszokott programokon kívül, és akkor jött az ötlet, akkor még nem volt ilyen elterjedt a rekordok között az újraélesztési rekord, és amire külön büszke vagyok, hogy ez úgy történt, hogy akkor még csak 36 órás volt, hát a csakot nyilván idézőjelben mondom, de azóta már 10 napot is elhagyta a magyarországi rekord, viszont önkéntesen jöttek, több tucat civil szervezet, munkahely, és önként tanulták meg az újraélesztés módszereit. Tehát én ezt tartom a legnagyobb erényének. Hát vannak olyan rekordok, akik elvégezték, mondjuk mentőtiszt hallgatók 21 páran, és az gyakorlatilag inkább sport teljesítmény, nem lebecsülve persze azt sem, de számomra sokkal értékesebb az, amikor ennyi civil azért fog össze, hogy úgy sikerüljön, hogy közben megtanulják önként, saját maguk által motiválva, és szükség esetén ezt később is hasznosítani tudják. Egyébként ezt az előnyeit a mai napig érezzük, hiszen sokkal, de sokkal jobb az országos átlagnál a megyébe, elsősorban Sárváron és Szombathelyen. Szombathelyen van egy nagy projekt, a Segítés Városa projekt, ami ez a miénk egy kicsiben hasonló, vagy hasonló volt, ahol azért a lakosság jelentős aránya lett megtanítva újraélesztésre. És itt nem csak a képességek átadásáról van szó, hanem az indítatásról, hogy elkezdjék. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezen a két településen, Sárváron és Szombathelyen most már gyakorlatilag hosszú idő óta nincs olyan közterületi újraélesztés, amit ne kezdenének el. És azért ez az országban egyedülálló, vagy talán, ha jól tudom, még Csongrád megyében hasonlóan jó a helyzet, és ez a sikeres újraélesztések arányán is egyértelműen meglátszik.
Azt gondolom, hogy neked ez egy missziós tevékenységed volt az elmúlt években, hogy fokozatosan a sárváriakat, az itt élőket bevezetted az újraélesztésnek. Hát tulajdonképpen egy tudományába, mert azért az átlag ember félve közelít egy beteghez, egy rosszul lévő emberhez. Mennyire voltak fogékonyak erre a sárváriak, vagy mennyiben változtak az elmúlt években? Volt egyfajta tartózkodás, vagy az amerikai filmekből egy olyan hamis kép, hogy talán ne ártsunk, nehogy bepereljenek bennünk, meg ilyenfajta gátlások talán kialakultak az évek során, de úgy érzem, hogy ezt teljes mértékben sikerült lebontani, és most már szinte ilyen indokkal, tehát nem találkozunk ilyennel. Még baleseteknél esetleg látja az ember, hogyha egy durvább külsérülésekkel rendelkező szemét találnak, az még azért egy kicsit elriaszthatja a segíteni szándékozót, de talán az is már egyre kevésbé. Tehát a sárváriakról, sárvári környékiekről én ebből a szempontból csak jót mondhatok, mert mondom, az országos átlag, gyakorlatilag mi visszük a prímet az országon, nyugodtan állíthatom Vas megye, talán Csongrád megyével kiegészülve ebből a szempontból. Nem is tudnád megmondani, hogy ennyi év alatt hány ember tanítottál meg újraélesztésre? Hát ezt nem, tehát nagyon-nagyon sokat. Autós iskoláknál az első segély tanfolyam kötelező, akkor általános középiskolákban így önként is az ember tanítja ezt a dolgot, akkor a munkahelyeken, Városházára is emlékszem, ott is volt. Így van. A másik ugye, hogy azért a civil újraélesztésben is óriási a fejlődés. Ott is megjelent az eszközös segítség, a félautomata defibrillátorok, és ebben megint bátran állíthatom, hogy a megyének, Sárvár városának is vezető szerepe van. Hát nem sok hely mondhatja el az országba azt, hogy lakosságarányosan ennyi defibrillátora van, mint mondjuk Sárvárnak vagy Szombathelynek. És ami külön öröm, hogy ez nem csak disznek van, hanem szükség esetén használják is, és most már nem egy ember ennek köszönheti az életét. Tudom, igen, valaki meglát engem, és ambulban van nélkül, vagy defibrillátor nélkül már szinte el se tudná képzelni. Biztos, hogy az ember az évek során szinte missziójának tekinti, de tényleg látjuk az értelmét, látom az értelmét, pozitív visszajelzéseket kapok. Az ország másik részéről is gyárról volt most olyan visszajelzés, hogy az egyik tanítványom félautomata defibrillátorral hosszú távú sikerességet biztosító újraélesztést végzett defibrillátor segítségével. Vagy itt a városban is volt már ilyenre példa, és ezek csak megerősítik az embert abba, hogy amit csinál, annak van értelme. Önkénteskedsz is rendezvényeken. Hogy fér még ez is bele az idődbe? Hát 24 órából áll a nap. Aludni nem kell, vagy arra nem nagyon van idő? Nem kell olyan sok időt elfecsérelni, így van a pihenésre. Tényleg sok idő, de azt hiszem, hogy elmondhatom, meg gondolom, látszik is rajtam, hogy amit csinálok, azt szeretem, és azért az ember azzal foglalkozik, amit szeret, akkor sokkal kevésbé tartja fárasztónak, meg én úgy érzem, hogy alapvetően egy pozitív személyiség vagyok, és talán ez is sokat segít ebben, hogy az ember terhelhetősége talán az átlagosnál egy kicsit nagyobb. És hogy viszonyul mindehhez a család? Hát párommal a Kertvárosban élünk, ő szegény nagyon toleráns, és mindenre rá tudom menni, szerencsére. Úgyhogy abszolút partner és biztos támasz ebben. Hát a szüleim Ikerváról származom, ők ezt megszokták, úgyhogy őnekik sincs ebben semmi újdonság. Ők is pedagógusként azért elég nyűsgő életmódot folytattak, ha talán ennyire nem is, mint a fiúk, de azt hiszem, hogy volt kitől örökölni. Nem negatívum, egy dolgot hallottam Andreától, hogy tulajdonképpen a balesetek téged meg is találnak, hiszen sokszor, ha úton vagytok, akkor is nem egyszer volt már arra példa, hogy segítettél, segítened kellett. Persze, ez rendszeresen előfordul. Most meg azt gondolom, amilyen sok baleset van, most meg
még inkább. Hát az autóban azért az átlagosnál lényegesen nagyobb felszereltséggel bírok ilyen szempontból, úgyhogy szeretek ilyenkor is segíteni, persze, ha muszáj. Úgyhogy nem egyszer előfordult már. Kisfiam is, amikor, kisfiam most már 22 éves, de mikor tényleg kicsi volt, akkor kétszer-háromszor is belefutottunk balesetbe, és úgy megszokta, hogy mit kell neki csinálni, vagy mit tud segíteni, hogyan tartsa az infúziót, úgyhogy alkalmazkodott a környezetem is ehhez, és az ő részükről is megkapok minden segítséget. A közösség szolgálatát egy másik módon is magadra vállaltad, hiszen önkormányzati képviselő is vagy. Miért döntöttél úgy, hogy ebbe is belefogsz? Hogy érzed, mennyire van erre időd, mennyire pozitívak az emberek, mennyire tudsz a gondjaikon segíteni? Hát ezt a lehetőséget talán nem is én kerestem, hanem úgy kértek fel erre a pozícióra, amit én egy kicsit bizonytalanul, de akkor elvállaltam, kicsikét talán jobban féltem tőle. Most úgy, hogy az ember belülről látja ezt már, gyakorlatilag lassan egy ciklus végén, most már azt mondhatom, hogy kellemes csalódás volt a számomra. Nem csak a város közössége, tehát tényleg az önkormányzat is, de a képviselőtestület is egy kellemes csalódás. Tehát ezt most komolyan mondom, olyan nagy segítséget kapunk az apparátus részéről, a bizottsági munkában, a testületi üléseken, hogy szívesen végzem ezt a feladatot is. Hát kertvárosi lakosként meg persze a kertvárosiak érdekeit próbálja az ember egy kicsit előtérbe helyezni, és sikerül megtalálni a polgármester úrékkal, a testület tagjaival, hogy a kertvárosiak érdekébe is fejleszünk. Mindig sikerül kicsikarni egy-egy utcafelújítást, az ügyes, bajos dolgokat, de például volt olyan, hogy egy abszolút be nem tervezett beruházást, mondjuk egy közvilágítás korszerűsítést, aláírásgyűjtéssel sikerült abszolválni. Úgyhogy mondom én, nekem ez kellemes csalódás, hogy most ezt a választópolgárok mennyire értékelik, azt nem tudom, kapok pozitív visszajelzéseket, biztos, hogy vannak negatívumok is, mert az ember sokkal többet szeretne biztosítani a saját lakókörnyezetébe, mint amennyi jut. Hát természetes, ugye többen vagyunk, és mindenki a saját körzetért lobbizik. A kiégéssel kezdtük, hogy lehet alkalmazkodni, hogy lehet túlélni a helyzeteket. Gondolom azért vannak olyan pillanatok, akár egy kisbaba születése, vagy egy olyan segítő helyzet, amiből töltekezik az ember. De van-e olyan, amikor mondjuk ki tudsz kapcsolódni, van-e hobbid egyáltalán? Igen, tehát említettem már, hogy így ezt a kiégést az ember hogy tudja elkerülni. Ebben ezek a pozitív esetek, egy helyszíni szülésvezetés, vagy egy sikeres újraélesztés, vagy az újraélesztés után az, hogy a piacon találkozom az újraélesztett emberrel, és pár szót váltunk, ezek tényleg sokat számítanak hosszú távon. A kikapcsolódásról, hát ami így napi szinten kikapcsol, nagyon szeretek helyi fürdőn szamunázni aktívan, tehát akár felöntéseket végezve, ez tényleg kikapcsol. Aztán másik mániám a kosárlabda, azon belül a körmendi kosárlabda, úgyhogy oda rendszeresen járok hosszú évtizedek óta. Szeretünk kirándulni, kulturális eseményekre járni, színházba, koncertekre, úgyhogy ez azt hiszem olyan átlagos. Meg persze vannak az embernek hobbiai, ikonokat gyűjtök, nem tudom, tehát otthon a kertbe tevékenykedni, mint más ember ugyanúgy. Azt azért áruljuk el a televízió nézőknek, hogy egy éves vagy az újkori Sárvárral, tehát ugye 1968-ban születtél. Ez egy mérföldkő, azt gondolom, ez az 50 év. Milyen terveid vannak? Mit vársz még a pályától a következő években? Hát ezen annyira nem is gondolkodtam, tehát azt hittem, hogy ez az 50. év, ez jobban megviseli az embert, meg mondogatták.
Azt hiszem, hogyha az ember egészséges, pozitív szemléletű, akkor talán nincs annyira jelentősége az eltelt éveknek. Nyilván nem használ az embernek, de tényleg nem foglalkozom vele, úgyhogy egy nagyon nagy meglepetés, szülinapi buli, tényleg igazi meglepetés volt, azzal készült a családom, voltunk közel 70-en. Mind a filmekben, tehát abszolút eltitkoltak előlem mindent, nagyon jó fedősztorival, úgyhogy tökéletesen sikerült. De mondom én, tehát magával az 50 évvel, vagy hogy most mennyi idős vagyok, ezzel nem foglalkozom. Az, hogy a várossal egy idős, ez csak öröm az ember számára, hogy az a város, amelyiket szolgálom, tényleg ugyanannyi idős, legalábbis a várossá nyilvánítási időt tekintve, mint én magam. A mentőállomás számára kérnél-e, kívánnál-e valamit? Mi az, ami még nagy hiány a mentőállomáson? Vagy most azt mondod, hogy jól álltok felszereltségileg? Hát, ahogy említettem már, tehát most az autók is lecserélésre kerültek, korszerű gépjárműparkkal rendelkezünk, a felszerelésünk is abszolút kifogástalan. Ígéret van rá, hogy az amortizálódott eszközeinket, amik még teljesen működőképesek, csak egyszerűen a nagy használat miatt most már lassan cserére szorulnak, ezek is meglesznek. Tehát nincs most már olyan időszak, mint régen, hogy 7-8 éve eltelt, úgyhogy ne kaptunk volna új autókat. Azért egyre felszereltebbek műszakilag, és egyre kényelmesebbek, biztonságosabbak. Ez nyilván a betegek érdeke is, de tagadhatatlan, hogy a személyzet számára is sokkal komfortosabb körülményeket biztosítanak. Erre megint azt tudom mondani, hogy tényleg mindig van olyan dolog, amire az ember vágyik. Én nekem ez a mellkas kompressziós gép, ez nagyon nagy vágyam volt, és hogy most ez realizálódott, most hirtelen nem is tudok olyan eszközt mondani, ami... Persze vannak olyanok, amiket szívesen vennénk, de most tényleg így a legnagyobb álmok azok teljesültek. De majd jönnek a következő eszközök, újabb módszerek, és akkor azokhoz biztos megint szükség lesz majd ilyenekre. De amikor támogatásokat kapunk, most egyre inkább azt csináljuk, hogy inkább akkor a továbbképzésekre, a szakmai fejlődésre tudunk az ilyen jellegű támogatásokkal fókuszálni. Van a megyénkben egy nagyon jól működő alapítvány, hangsúlyozom, Vas megyei mentésügyi alapítvány, ahova ha befizetnek, az 1%-okat nem tudják ugyan címkézni, de abból is nagyon korrektül részesülünk. Viszont a plusz felajánlások azok címkézhetőek a sárvári mentőállomás számára, és azok garantáltan mindig nálunk kötnek ki, és az állomás eszközparkjának a korszerűsítésére, vagy az előbb említett szakmai továbbképzésekre tudjuk fordítani. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor további jó munkát, hitet és kitartást a következő évekre is. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőinknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!